Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban egy újabb példát szeretnék mutatni arra, hogy a háttérben bizonyos erők azok, amik a szálakat mozgatják a világban, és semmi nem az, aminek látszik. Az, ami eljut hozzánk a hírekből vagy a médiából, azt egyáltalán nem vehetjük készpénznek, mint ahogyan ez az eset is bizonyítani fogja azt. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Legalábbis azt gondolná az ember, hogy egészen egyértelműen, hogy az elhízás, illetve a túlsúly végtelen egészségügyi problémával jár. Nem mondhatjuk azt tehát az embereknek, hogy te jó vagy úgy, ahogy vagy, te úgy vagy szép, mindenki elfogad, mindenki szeret úgy, stb. Igen, mindenki szereti úgy, de nem az a kötelességünk, hogy elfogadjuk azokat a magatartás formákat, amelyek destruktívak az egyénre vagy a közösségre nézve. Ez egyébként érvényes bármilyen viselkedés mintával. A feladata az az embernek, amennyiben valóban szereti a társát, hogy felhívja annak a figyelmét arra, de nézd, ez ami történik, ez elfogadhatatlan, ez káros, ez nem megengedhető, és ezen változtatod kell. Igen, jó vagy úgy, ahogy vagy, úgy, mint egy darab ember, de nem vagy jó viselkedés tekintetében. Nem arról van szó, hogy az egyént támadjuk meg, arról van szó, hogy a viselkedést kell megváltoztatni. Kitalálta-e bárki vagy sem, index.hu írt egyébként a test pozitív mozgalomról, ami egyértelműen egy ördögi gondolat, és el tudja képzelni mindenki, hogy miről van szó, pontosan az ellentéte az, amiről eddig beszéltem, fogadjunk el mindenkit úgy, ahogy az az ember van, nem kell változnod, téged Isten így szeret, mindenki így szeret, jó vagy így, ne változz meg, ne csinálj semmit, csak menjél tovább. Itt ugyan egy Jack Bly nevű fitness guru volt az, aki megosztotta a véleményét, azonban ezzel egyet kell értenünk, ő azt mondta, hogy a Cosmopolitan és a hozzá hasonló magazinok hatalmas bűnt követnek el azzal, hogy azt sugallják, bármilyen testsúlyan lehet egészséges életet élni. Most már mi is láthatjuk, hogy senki nem sugallja azt, hogy lehet egészséges életet élni. Egyetlen szakember sem. Szinte minden életmód betegségnek a kockázata jelentősen növekszik, amennyiben az ember túlsúlyos, és ha ezt hozzáadjuk az inaktív életmódot, akkor az fokozza a problémát. Az Egyesült Államokban 2008-ban, magyarul 16 éve, már most 147 milliárd dollárt költöttek a túlsúly miatti műtétekre. És az, hogy egyre több ilyen hirdetést látunk, mint ez esetben például a Calvin Klein-nak egy alsó nemű fotója, az én igazságomat mondom el My Calvins hashtagben. Senkinek nem lenne szabad azt gondolnia, hogy ez helyes. Így kinézni semmilyen körülmények között nem elfogadható. Tudatosítanunk kellene az emberekben azt, hogy változásra van szükségük mind személyiségükben, mind pedig fizikálisan, ahhoz, hogy kihozzák magukból a maximumot. Legalábbis optimális hatásfokon tudjanak működni. Ez érvényes mindenkire, gyerekre, felnőttre, öregre, fiatalra, teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Ráadásul még ez nem is függ az etnikumtól sem, vagy a társadalmi-gazdasági pozíciótól. Meg kell értenie mindenkinek azt, hogy van hova fejlődnie. Mindannyiunknak van hova fejlődnünk. Különösen azoknak az embereknek, akik túlsúlya vagy elhízással küzdenek. Ez a legegyszerűbb probléma. Kevesebbet kell enni, és kész. De amint ígértem, eljutottunk végül a cukor összeesküvéshez. A Daily Mail azt írja, hogyan fizette a cukoripar a Harvard nemes kutatóit, hogy azt mondják, a zsír és nem a cukor okozza a szívbetegségeket. Újonnan nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy a cukoripar lefizette a Harvard tudósait. Ez az 1960-as években történt, mielőtt az összeférhetetlenséget be kellett volna jelenteni, úgy, mint hogy a kutatásokban. A cukorral kapcsolatos rossz sajtó után az iparág vezetői új felülvizsgálatot rendeltek el. Azt mondták a Harvard professzorainak, hogy a zsír elsősorban a szívbetegségek okozója, nem a cukor. Ez a megállapítás éveken át alakította a közvélemény táplálkozással kapcsolatos nézeteit. Tehát így higgyen el mindenki bármit, amit a médiában olvas. Ezt próbáltam elmondani már az elmúlt 10 év során végtelenszer.
Nem lehet mindenki mindenben szakember. A józan ítélő képességére sem támaszkodhat a többség sajnálatos módon. De hozzájárulhat a saját sikeréhez azzal, hogy legalább utána néz a dolgoknak, és minél több információt ismertet összegyűjt, annál jobb döntéseket tud hozni. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!